Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Fogadóra, és köszöntöm a stúdió vendégét, a Fidesz-KDNP 5-ös választókerületi önkormányzati képviselőjét, Imregi Tibort. Köszöntöm még egyszer, képviselő úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadtam meg. Üdvözlöm a tévénézőket. Képviselő úr, mielőtt a konkrét témákról beszélnénk, előtte egy kérdés úgy szinte általánosságban. Az, hogy az utóbbi időszakban már többször összeülhetek és személyesen is találkozhattak a képviselőtestület tagjai, ez adhat-e további lendületet az eseményeknek? Ez biztos, hogy föl fogja gyorsítani az eseményeket, mert nagyon örülünk, hogy személyesen is tehát tudunk találkozni. Jobban mondva, helyesbítve egy picit, ugye a Fidesz frakció idáig is dolgozott a vírus és a járvány alatt is, tehát azért foglalkoztunk a munkánkkal, de most már azért olyan döntési helyzetben vagyunk, vagy a testület olyan döntési helyzetben van, hogy ez biztos, hogy föl fogja gyorsítani az eseményeket. Képviselő úr, Ötvös térről néhány gondolat, és annak a fejlesztéséről kezdjük talán a parkolókkal, a parkolók kialakításával. Igen, jelen pillanatban, tehát az Ötvös tér iskola felüli oldalában új halszálkás parkolók kerültek kialakításra, amik idáig is ott voltak ugyan, de körülbelül egy métert elcsípve az Ötvös térből egy kicsit bentebb kerültek annak érdekében, hogy ott olyan széles legyen az út, hogy az iskola oldalában is halszálkás parkolókat lehessen kialakítani. Ez körülbelül 20-30%-kal fogja növelni az ott lévő parkolóknak a számát. Igen. Lesz két forgalomlassító járdasziget is, ami szintén tekintette a gyerekekre és a nagy forgalomra. Még egy pici, ami most folynak a munkálatok, ahol van a takarékszövetkezet, ott is egy picit az a széles járda keskenyebb lesz, de szintén az is annak érdekében, hogy sokkal biztonságosabb legyen a közlekedés, és ott el tudjanak férni az autók. Most, amit már lehet látni, hogy kialakításra kerültek a parkolók, én szerintem nagyon szépen illeszkedik a tér hangulatába, és hát tényleg köszönhet ott az Elasztik Kft-nek, hogy nagyon jó munkát végzett, de egy picit most már alkalmazkodik a térhez is ez az új parkoló rész, ugyanis a térnek jelen pillanatban megtervezés alatt van a felújítása, ami már ugyan csúszott több évet, az véget is, hogy ugye a katolikus óvoda épült, és nem akartuk a teret, tehát bármiféle munkálatot nem akartunk addig végezni a téren, még az építkezésnek vége nincs, mert hát azért ez akár látszik, hogy ez azért végül is, tehát azért kis rombolással járt, úgyhogy reméljük, hogy utána tudjuk folytatni az Ötvös teret is. Beszélhetünk arról, hogy talán változhat is valamilyen szinten az Ötvös térnek a funkciói, vagy változnak a funkciói, bővül-e, ilyen elképzelések vannak-e? Pici változás biztos, hogy lesz benne. Ez a pattintott bazalk burkolat, ami jelen pillanatban is a parkolóba is lekerül, ez nagy valószínűséggel a tervező által is, vagy bízunk benne, hogy ez meg fog maradni, mert ez a tér hangulatához tehát hozzájárul. De ott van a városalapítók szobra, amit még nem tudunk, de biztos, hogy megújulásra kerül, esetleg némileg a helye is változhat, vagy esetleg valami új elemekkel fog bővülni a tér. Én biztos, hogy egy ilyen kisebb csobogót, vagy egy kisebb szökőkutat nagyon szívesen látnék ott, és valami jó funkciót kell adni, vagy jól meg kell építeni az iskola oldalába révén, úgy mondom, ezt a pici ligetes részt is. Ott is nagy probléma egyébként majd, és ez is hát vagy a tervezője megoldása, az ott lévő fák, japán akácfák, amik szintén ugye fölnyomták a járdaburkolatot, és abban valamit ott kezdenünk kell, mert az úgy nem maradhat. Az Ötvös tértől néhány lépés a piac. Igen, jelen pillanatban, most már hála Istennek mondhatom, hogy nem csak azt mondjuk, hogy megnyertük a pályázatot még az előző ciklusban és a piac felújításra kerül, hanem most már kézzelfogható munkálatok vannak. Lehet látni, hogy jelen pillanatban két részén dolgoznak a piacon, az egyik a mosdóknak a korszerűsítése, a másik pedig a hátsó parkolóban, ami ott a művelődési ház felől van, fedett kerékpártároló kialakítására kerül sor, ami a piacon úgymond kívül van, tehát most már nem kell majd a kerékpárokat betolni a piacra, és ott a gyalogos forgalmat, vagy a vásárlói forgalmat ebbe akadályozni. Ötvös tér után és piac után Kossuth tér, ezzel kapcsolatban és a felújítással kapcsolatban tud-e valami újdonságról beszámolni, tervek?
Igen, én nagyon örülök neki, hogy az országzászló felállításra került, már ez is egy része volt a Kossuth térnek. Ugye nagyon sokat csináltunk a Kossuth téren, a Városháza felüli oldala az ott teljesen kész van, a földhivatal felüli oldalon a parkolók rendben vannak, de van még itt a földhivatallal szembevévő rész, ami még nem került felújításra. A Kossuth térnek, ami jó, hogy a tervei megvannak teljes mértékben, tehát azt csak folytatni kell, ami még nekem egy kicsi vágyam, és hát ez javaslatom, ezt már jeleztem is, hogy ott valamikor volt egy ivókút, van egy kis kör, az valamikor még a kisvonat idejében az egy szép kőből megalkotott ivókút volt, aztán ott a szocializmusban egy ilyen nyomó kúttá alakult át, de annak a kiépített rendszere ott van a föld alatt, tehát végül is nem kellene hozzá különösebben nagy munkálatokat végezni, hogy ez újra ott legyen, és hát hasznos legyen, és dísze legyen a térnek. Ha azt mondom, hogy Kossuth Ferenc utca és busz megálló, akkor hogyan folytatja? Igen, annak is nagyon örülök, mert valamikor a posta előtt szintén az előző ciklusban kezdtük el, és a tervek úgy szóltak, hogy végig. Ha minden igaz, most végig fogunk rajta érni teljesen ezen a részen. Már a busz megálló meg is kapta funkcióját, és lényegben készen is van. Amit még ott lehet látni, van egy bekerített rész, ahol sajnos van a Matárnak, a Telekomnak van egy aknája, ami tele van kábelekkel, az a tető nincs egy szintbe a jelenlegi díszburkolattal, azt várjuk, hogy azt megoldják, lentebb tegyék a megfelelő szintre, hogy ott ne legyen egy botló, és akkor az teljesen készen van az a buszmegálló is. Okoszebra már működik a városban, de lesznek új okoszebrák, erről már beszámoltunk itt, például a református iskolánál továbbra is terveznem, megújfeledésben. Így van, az is engedélyeztetés szintjén van, a református iskolánál lévő okoszebra, ami teljesen új lesz, de az előző testületi ülésen több olyan zebráról is döntöttünk, ami úgymond okossá fog válni, tehát okossá lesz fejlesztve. Az akasztószélen mondhatni, hogy az útalap az kész. Igen, az akasztószélnek egy részén így van, kész van az útalap a Veselényi utcáig. Van ott még az akasztószélnek egy zsákutca része, természetesen tavasszal ott fogjuk folytatni. Legutóbbi beszélgetésünk alkalmával még áprilisban több téma is szóba került. Alkotmány utca rendezése, Kazinczy utca aszfaltozása, és ott fekvőrendőr. Ezekkel kapcsolatban miről tud beszámolni? Az iskolánál, a Kazinczy utcán a fekvőrendőr szintén folyamatban van. Az útfelújítás az szintén napirenden van, ugye onnan folytatva majd a Szív utca utáni szakaszon is. Alkotmány utca. Ja, Alkotmány utca az egy nagy falat, ugyanis ottan járdát, vízelvezetést, teljesen új útburkolatra van szükség. Nem kevés pénz lesz, de tervezés alatt van. Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk egy lakossági fórumról, amely a régen, néhány héttel ezelőtt volt az IPOS-székházban. Igen, a Bercsényi utcai lakók szervezték ezt a lakossági fórumot. Én magam nagyon örültem neki, mert régen voltak ilyen lakossági fórumok, valahogy ezek ellaposodtak, de lehet, hogy fel kellene ezeket újítani, és mondom, hogy nem az én kezdeményezésem volt, hanem a lakosságnak volt rá igénye, és az nagyon jó dolog volt, hogy ott tudtunk találkozni, személyesen el tudták mondani a lakosok, hogy ők mit kérnek. Az jó dolog volt, hogy velem együtt még részt vett a lakossági fórum. Hegedűságot alpolgáros, mesterasszony is, és a főkertészasszony is ott volt, mert ebben kapcsolatban is voltak kérdések, tehát a fásítással és a növényekkel, és a lakók kifejezték azt a szándékokat, hogy ők nagyon szívesen hajlandók munkájukat is adni, akár anyagi hozzájárulást adni, amennyibe a város is, tehát egy utcát, vagy egy útszakaszt, vagy valamilyen részt belefog a felújításba. Itt ugye, ami az önkormányzatra vár az, hogy azért az úttestnek a felújítása, a járda felújításba való beszállás, a fásítás, ugyanis nagyon sok fa kipusztult azon a részen. Most ostorfák vannak jelenleg ott, amik nem egészen szerencsések, mert most a napokban is jött lakossági kérés, a munkát el is végezte a Várvak Kft., ugyanis ezek benyúlnak az útra, tehát belógnak ezek az ágak, és főleg a kerékpárosokat, mert ugye a közepe fel az autók, azok leradírozzák, de a szélén, ahol a kerékpárosok közlekednek, ott ez mindig nekik problémát okoz, de most megtörtént ezeknek az ágaknak is a levágása, de ami nagyon fontos, hogy az utcának nincs vízelvezetése. Ebben az előző
ciklusban is küzdöttünk, történtek is rá lépések. A túloldalon, az Alszegi út felüli oldalon már ott némileg ilyen tűzoltásképpen alakítottunk ki vízelnyelőket, alakítottunk ki ilyen vájús vízelvezető árkot, ami részben megoldotta a problémát, de ez nem végleges, hogy az első fontos lépés lesz a vízelvezetés, és onnétól kezdve tudjuk folytatni a szépészeti munkákat, nagy igény van a fáknak a pótlására, és amit a lakosság is mondott, hogy ők nagyon szívesen, tehát akkor a virágosításban, meg hasonló szépészeti dolgokba, ők nagyon szívesen anyagilag is, meg a munkájukkal is hozzá fognak járulni. Én örültem nagyon ennek, úgyhogy ebből kifolyólag, hogy ugye van egy ilyen lakossági kezdeményezés, egy picit a Bercsényi utca részemről, hogy az a prioritások első részébe került. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt, jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Kedves nézők, ez volt a Fogadóra, köszönöm figyelmüket!